Hallgassuk nyitott lélekkel Weiner Senyei Tibor előadását. Tessék, tanítson! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást erre a konferenciára, a találkozóra. És én ma Békási Ferencről fogok beszélni, aki egy első világháborús angol-magyar költő volt, egy hős. Röviden elmondom és néhány képpel illusztrálom majd az életét, és nagyon-nagyon remélem, hogy lesz olyan, mert több olyan jó barátot és ismerőst is látok a közönségben, akik már hallottak tőlem Békásiról, és akikkel beszélgettünk már sokat Békásiról. De remélem, hogy most tudok majd ebbe a rövid 20 percbe néhány új dolgot, ha más nem, egy nagyon jó hírt mondani Békási Ferenc kapcsán. 1893. április 7-én Zsenyében, a Zsenyei kastélyban született Békási Ferenc, ami ma alkotóházként üzemel, és ahol már többen jártunk, gondolom írók is. Egyébként főleg festőművészek és zenészek járnak oda, de írók is és íróműhelyek is működtek már ott, amennyire tudom, most Jánosra nézek. És ez a csodálatos hely, Zsenye kastélya, ebben az időben Bezerédi Emma és Békási István kezében volt. Ők voltak Békási Ferenc szülei. Bezerédi Emma annak a Bezerédi Amáliának volt az unokája, aki az első magyar gyerekkönyvet, a Flóri könyvét írta. Önök ezt bizonyára ismerik, de mind a ketten régi dunántúli magyar nemesi, középnemesi családból származtak, és ahogy Békási Ferenc mondja egyik írásában, emanáció vagyok, kifolyása annak, ami ős magyar nemesség. Ez tényleg így volt, ez Zsenye, a századelőm, Békási Ferenc születésének idejében, ez pedig napjainkban. Ez a Beatles középiskola, amit a képen láthatnak, ide járt középiskolába valamennyi békási gyermek, 7 gyermekük volt Bezerédi Emmának és Békási Istvánnak, és mindegyiküket angol középiskolába iratták, azért, mert ez volt Európában az első koedukált iskola. Egy nagyon komoly angolos műveltség volt amúgy is jellemző erre a Bezerédi családra. Egyébként Békási Ferenc nagypapája vette meg Senyei Andaltól a Senyei kastélyt. Nem vagyunk rokonok, csak így kapcsolódunk igazából. És egy hatalmas könyvtár működött a Senyei kastélyban, a Senyei Bezerédi Békási könyvtár, és ebben a könyvtárban található meg az az esszé, ami erről a Beatlesről, erről az angol középiskoláról szól, ahova Bezerédi Emma elküldte a gyermekeit, és itt láthatunk rögtön 3 közülük, Békási Ferencet, Jánost és Békási Évát, aki szintén írt egyébként verseket, és ebben a középiskolában kiváló eredményeket értek el, akkor angol elitjével, és nem csak angol, hanem francia, lengyel és német elitjével barátkoztak össze, és Békási Ferenc kétnyelvűségre tett szert, angol költő is lett, nem csak magyar, magyarul és angolul kezdett el írni verseket, és megismerkedett ővele Noël Olivierrel, Laurence Olivier unokahúgával, akibe szerelmes lett, akárcsak Rupert Brooke, a híres első világháborús angol költő, aki, hát hogy úgy mondjam, vetétársa lett ebben a szerelmi háromszögben Békási Ferencnek, és ő is állandóan levelezett Noël Olivierrel. 1993-ban Angliában kiadták Rupert Brooke és Noël Olivier leveleit, ezt olvashatjuk, mi pedig 2013-ban Balogi Virág fordításával és Gömöri György szerkesztésével adtuk ki a Békási szerelmes leveleit Noël Olivierhez. Ez még nem volt az összes levél, majd erről később beszélünk. Mert ugye utána, a Beatles után az összes békási gyerek közül egyedüliként Békási Ferenc bekerült a King's College-ba, Cambridge-be, ahogy előttem Szőcs Géza említette ezt, és a Cambridge-ben az egy rögtön, szinte azonnal az elit apostolok társaságának lett az első külföldi tagja, utána az ő szavazatával lett például Ludwig Wittgenstein ennek a társaságnak a tagja. Olyan tagjai voltak, mint John Maynard Keynes, akit szintén említett Géza, a híres közgazdász, aki talán
tudják, talán nem, amikor a trianoni béketárgyalások voltak, Keynes ott volt, és úgy jött ki erről a tárgyalásról, hogy ezzel, ő volt az első, aki ezt mondta egyébként, ezzel csak a következő háború készítették elő. Keynes egyébként nagyon-nagyon jó barátságban volt Békási Ferenccel, járt Zsenyében is, Békási meghívására, de ez egy másik történet. Itt van Békási Ferenc Cambridge-i végzős diákként, irodalom és történelem volt a központi témája Cambridge-ben. Ő volt az első, aki Cambridge-ben ismertette a kortárs, akkori kortárs első világháború előtti magyar költészetet. Ő volt az első, aki Babits Mihály, Kosztolányi Dezső verseit angolra fordított, és Ady Endre verseit angolra fordította ebben a tanulmányában, és például a Browning eszéért nagy díjat kapott, több Cambridge-i antológiában találhatunk verseit, majd pedig ugye mindannyian ezért vagyunk itt, hiszen ez az első világháborúról szól ez a konferencia, kitör az első világháború, Békási Ferenc kölcsönkért barátjától, John Maynard Keynes-től, és a húgaival együtt hazautazik Zsenyébe. Ez egy későbbi történet, most itt ugrok egy kicsit az időbe, 1925-ben a barátai Leonard és Virginia Woolf a Hogarth Pressnél kiadják az angol verseit és az Adriatica című elbeszélő költeményét, amiben egy adriai utazást ír le. Ez majd visszatérek az első világháborúhoz, csak azért ugrok előre, mert egyrészt ez egy különleges könyv az Adriatica, ezeket a Virginia Woolfék kézzel csinálták, ezzel próbálták Woolfnak a depresszióját kezelni. Másrészt pedig nem igazán jellemző, hogy magyar költőket adnak ki Angliában a haláluk után 10 évvel. És végképp nem jellemző az, hogy az Adriatikában leírt Orion című hajó máig fut az Adrián. Én most jöttem vissza az Adriáról, és megtaláltuk az Oriont, ami ebben a versben szerepel. Az Orionnak máig a kapitány, ugyanabbak a családnak a kezébe van, és a dédunokája a kapitánya. Csak mondom, ez egy rövid szórakoztató kitérő volt, remélem még van egy pár percem. Hogy például egy irodalmi kutatás kapcsán mi mindent lehet találni, nem csak szövegeket, hanem egy egész hajót is, az Oriont. És itt már Békási Ferencet katonai ruhában láthatjuk, huszárként, zsebredugott kézzel, nagyon lazán, fiatalon, ugye 21 éves, 1914-ben, amikor bevonul a pápai honvéd huszár ezredbe, a 7. honvéd huszár ezredbe, és Békási Ferenc egy hosszú kiképzés során, ahogy ő maga írja, megférfi Keynesnek egyik levelében, megférfiasodtam, megemberesedtem, nem tudom, hogy igazából mit kéne, hogy gondoljak a háborúról, mert annyi mindent mondanak az emberek, egyet tudok, hogy benne akarok lenni, írja Békási Ferenc. Közben levelezik Noel Olivierrel is, és Angliában maradt barátaival. Legszebb verseit 1914. augusztusától haláláig, 1915. júliusáig írja. Ezek a versek igazából, ha csak ezeket a verseket írta volna, akkor már méltó lenne szerintem arra, hogy emlékezzünk rá, hogy van egy első világháborús nagyon komoly költőnk, mert amik előtte vannak versei, azokat Gömöri György joggal mondja, hogy bizonyos, meg Babits Mihály is beszél róluk, hogy ezek azért egy jó iskolás költemények, lelkesek, bár szerintem az 1910-től 15-ig angolul és magyarul is megírott Bacchus című hosszú költeménye, ami így kezdődik, hogy tölts fiú isteni bort, lángban köröttem az ég, tűz aranyozza a port, fény a sok venyigét. Tehát ez a verse kicsit több, mint egy iskolás költemény. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb egyszer majd boros címkéken fogom látni. Ezt gondoltam Tokajba elmondom, hogy hol máshol mondanám el. És tehát igazán kiváló, kiemelkedő költeményeit ez alatt az idő alatt írja meg, ő maga is megváltozik. Itt egy ilyen romantikus kép, amit Noelnek küld el, ez a kerek kép, tudják, amiket ilyen nyakláncokba raktak, meg nem tudom. Ezt is mostanában találtuk meg, ez a kis csákóval, meg mindennel. Egy más helyeken is szerepel így ezeken ilyen képeken. Ez a középiskolájából került elő egy tablókép, szintén eddig ismeretlen fotó volt Békási Ferencről. Itt már látszik, hogy így fel van nyírva a haja, és azért már kicsit megváltozott az arca a Cambridge-i év, eltelt egy év óta. Ez az a notesz,
ami Békási Ferencnek a katonatáskájából került elő. Dobronucba, a keleti frontra kerülnek a 7. Honvéd Huszár ezred, és van egy Bori noteszünk a II. Világháborúból, és van egy Dobronuci noteszünk az első világháborúból. Ebben a kis noteszében, amire jelenleg tudtommal, vagy Somogyinál, vagy Görgeinél van, nem tudom, de remélem előbb-utóbb majd egy közgyűjteménybe lesz, a legjobb verseit válogatta össze. Ez alapján, a notesz alapján azonosította az édesapja, amikor 1915 nyarán kiásták a tömegsírból, lovastul, vitték haza Zsenyébe, és temették el a kastély kertjében, ahol máig is nyugszik, és ahol éppen az itt ülő Hóvári Jánossal a halálának 100. évfordulóján raktuk rendbe ezt a sírkertet, írtuk ki a nevét, az évszámokat, ott nyugszik Békási Ferenc. 22 évesen halt meg, ezt mondjuk ki azért, a fronton. Rögtön az egyik első bevetésben, nagyon megrázó az utolsó levél, amit Noël Olivier-nek küld el, mindjárt arról is beszélek. Ez a gyászhír, ami megjelent az akkori vasnépében, már nem vasnépének hívták, tehát a helyi napilapban, amit a család tett közzé. Ez egy fontos dokumentum. És ezek a képek, amik most nagyon kicsiben látszódnak csak, és nem fogom most nagyobbat megmutatni, ezt a Herman Otto Múzeumban Pirint Andrea találta meg egy gyűjteményben, hosszú évtizedeken át lappangott, a gödöllői Nagy Sándor, híres festőművész festette ezeket az ólomüvegablakokat Békási Ferenc versei ihletésére. Egy kápolnát terveztek, a költészet kápolnáját a sírhelye fölé Zsenyébe, ez azonban nem épülhetett meg, viszont megtaláltunk a zsenyei diákon egy portrét, ez az egyik dián szerepelt, ezt én szkeneltem be, ami a fiatal Békási Ferencet ábrázolja, szintén gödöllői Nagy Sándornak a festménye. Az eredeti festmény az vagy megsemmisült, vagy lappang, jelenleg nem tudjuk, hol van, ha valaki tudja, akkor legyen szíves, szóljon nekem, én szívesen megvenném. A következő kép pedig már, hogy Angliában Békási Ferenc halála után a King's College kápolnájában a kápolna falára kiírták a hősi halottak névsorát 1920-ban, és nagy vita lett abból, hogy de hát mit csináljanak azzal az egyszem Békási Ferenccel, aki nem az angolok soraiban harcolt, hanem az ellenség soraiban, és végül pont Ludwig Wittgenstein és John Maynard Keynes nyomására Wittgenstein egy cikket írt, Keynes pedig jelentős pénzösszeget adományozott az emlékmű létrehozására. Kiírták külön Békási Ferencet, ez máig Angliába, Cambridge-be zarándok helye a magyar irodalomnak, rengeteg író írt erről a helyről. És itt láthatják azt a kötetet, ami a diplomamunkám volt, az egybegyűjtött írásokat. Mint ahogy az előbb megmutattam a szerelmes leveleket, azóta ezek a versek is, vagy levelek is előkerültek, és azóta ez 2010-ben jelent meg, 2013-ban a szerelmes levelek. Azóta Angliába Gömri György is kiadta azokat az angol verseket, amik ennek a reneszánsznak köszönhetően szintén előkerültek, és az ő szorgalmának, az ő elképesztő szorgalmának és hathatóságának. Itt van a megemlékezés egyébként a sírról, vagy arról egy kép. És ennek eredményeképpen ez a Gömri Györgyék által szerkesztett angol kötet. Az angol kötet eredményeképpen Gömöriék áldozatos munkájának, a Gömöri Mari és Gömöri György áldozatos munkájának köszönhetően ma, hogyha rákeresnek, akkor megtalálják, hogy az angol oktatási segédanyagban az első világháború kapcsán ott szerepel Békási Ferenc, Rupert Brooke mellett, az első világháborús költő mellett, és tanítják, hogy egyetemen, még középiskolában nem, de egyetemeken tanítják Békási Ferencet, Magyarországon nem. Ez pedig az a jó hír, amit beszeretnék jelenteni. Közvetlen mielőtt idejöttem, tegnap küldtük el, a Magyar Pen Klub Szőcs Géza vezetésével támogatta ezt a projektet. Tegnap küldtük el a nyomdába, összegyűjtöttük az összes anyagot Békási Ferenctől, tehát ez a kettő kötet is benne van, ami már megjelent és nem elérhető. Benne vannak azok a versek és levelek is, amiket Gömöriék adtak ki Angliába tavaly előtt,
és benne vannak azok az anyagok is, amiket azóta kutattunk ki, ez több mint egy 12 éves munkának lesz a gyümölcse, össze fog megjelenni, ez Békási Ferenc összes műve, 700 oldalon, iszonyat meló volt, de a lényeg, hogy végre elengedhetem ezt a történetet is. És még maradt pár percem arról, hogy beszéljek a Békási életműről, magáról, és egy-két verset kiemeljek ebből az életműből, hogy megmutassam maguknak, mennyire értékes, mennyire fontos költőről van szó. Nem csak azért, mert Zsenyéhez kötődik, mert ez volt a diplomamunkám, mert beleraktam 10 évet, hanem azért, mert az első világháború egy nagyon nehezen elmagyarázható téma. Én tanítok egyetemen is, tudom most már, és sose akartam tanítani, de így alakult a dolog, hogy borzasztó nehéz, amikor a történelem olyan távoli dolgairól beszélünk, mint az első világháború számukra, a mai fiatalok számára, miközben napjainkban is érezhető az első világháború hatása. Gondoljunk csak Trianonra, vagy gondoljunk arra, hogy a második világháború, ahogy Keynes megmondta, az első világháborúból következik. Úgyhogy az első világháborút egy olyan fiatal emberen keresztül elmondani ezeknek a fiataloknak, mint aki körülbelül annyi idős volt, mint ő, és ugyanúgy szenvedélyes volt, ugyanúgy tévedett, ugyanúgy lelkes volt, sokkal több együttérzést, sokkal több beleélést válthat ki az emberekből, legalábbis ez az én tapasztalatom. És most két verset olvasnék fel, illetve egy verset és egy levelet, az utolsó versét, aminek az a töredéket igazából költő akartam lenni, így kezdődik, és hát a motto az önök által bizonyára nagyon jól ismert, nem írom pennával, fekete tentával, de szabjám élivel, ellenség vérivel az én örök híremet, és a vers az így hangzik, költő akartam lenni, lantot kezembe venni, pengetni húrjain, fenzengő hangokat, ezüst harangokat, míg bírják ujjaim, csodás összhangokat, akartam én vezetni, amerre járok, vetni aranyszín magvakat, és lelkem vágy hevével, színes költőtüzével, fakasztani növelni varázsvirágokat. A sors megirigyelte, ma mely vihart arat, a kezemből kiverte, felajzott lantomat, kardot adott helyette. De nem lehet elölni a szent örök tüzet, ha vakfüst folytaná, ha vész fullasztaná, új lángvillámot vet, s viszem harci zajba, a visszás vadmorajba, szikrázó lelkemet. Ezt írta 1915-ben, és az utolsó levél, abból most részleteket fogok felolvasni. 1915 májusában írta, és már a testvére Éva adja fel. Még 2 percem van, látom az előadásból. Drága Noel, nagyon köszönöm a leveled, nem is tudod, milyen jól esett, hogy írtál. 5 nap múlva indulunk a frontra. Mindentől kellőképpen elszakadtam már. Érdeklődésem beszűkült, csupán az emberek emléke él élénken bennem. Egy hete még azon keseregtem, milyen szomorú, hogy a Brunswick Square 38 feloszlott, és minden megváltozott körülöttünk, pedig valaha ezt el se tudtam volna képzelni. De most már szomorúan látom, hogy mindaz örökre elveszett, akármilyen nagyszerű is volt az elmúlt 4 év. Most már csak rá tudok gondolni, és a többiekre is. Mert tudd meg, Noel, hogy azok a legszebb emlékeim, amikor veled lehettem. Onnantól kezdve, amikor a Beatlesben leírtad nekem a Csillagos Nagy Ég Alatt című verset, az utolsó találkozásunkig pedig minden együttlétünk spontán alakult. Vajon a háború előtti dolgok feledésbe merülnek majd, ha vége lesz egyszer? És akkor most itt ugrok egyet a levélben. A háború kitörése óta újraírok verseket, szerintem elég jókat. De az itteni közönséggel nem sokra megyek. Most minden olyan gyönyörű. Vannak esték, amikor minden csodás élmény egyszerre zúdul rám. Virágillat, felhők, víz, gesztenyefák és kukoricahajtás, káprázatosak a naplementék, és ez mind valahogy megkönnyíti az indulást. Arra jöttem rá, hogy az életben minden fontosabb az elmúlásnál, mert ha meghalok, majd születik helyettem valaki más. Nem számít, de ez annyira személytelen, hogy csak akkor jut eszébe az embernek, ha nincs éppen aktualitása.
Sokkal többet akartam írni a májusról, meg a vidékről. Tudod, szerintem van különbség a költők, mármint azok, akik verseket írnak, és a többi ember között. A költők ragaszkodnak az érzéseikhez, a többiek pedig hagyják, hogy azok szabadon áramoljanak, ezért nem írnak verseket. Érzem, hogy sokat változom, legalábbis ami a külsőmet illeti, és úgy tűnik ez az, ami számít az emberi kapcsolatokban. Még mindig nem tudom elhinni, hogy mindnyájatokat ott hagytam, csapostól, papostól, pedig nem is lehetne ennél biztosabb. Lehet, hogy a háború nem is ér véget, csak ha már mindenki teljesen belefáradt. Az emberek gyorsan hozzászoknak a háborúhoz. Mire elindulok, kinyílnak a rózsák, a lovam fejére három pirossal, lovam fejét három pirossal díszítem, persze senki sem fogja tudni, hogy miért, mert családunk címerében is a pajzs fölött három szál piros rózsa van. Egyáltalán nem ilyen levelet akartam írni, de nem tehetek róla. Nagyon vágyódom utánad és a többiek után. Gyakran gondolok rád, ugye találkozunk még, Noel, Isten veled, a te Békási Ferid. Ez volt az utolsó levele. És miközben ezt a levelet írja, Rupert Brooke Gallipoli-nál elesik. Egyébként nem a csatába, hanem egy szúnyogcsípésbe hal bele. Békási Ferencet viszont a kozákok darabolják fel, és ősi halált hal. Magyarországon elfelejtették, igazából egy-két tanulmány tartotta emlékezetben, Gömöri György, Sipos Lajos, Édernek a tanulmánya. Csészabó írt róla, Nemes Nagy Ágnes említi egy naplójegyzetébe, de az írásait azt elfelejtették. Most szerintem itt az alkalom, az elmúlt években, én ezért nagyon sokat tettem, de nem csak én, hanem többen barátaink is, hogy visszaadjunk egy magyar költőt a magyar irodalomnak, és meg elmondjuk a fiataloknak azt, hogy miért fontos az első világháborúról beszélni, miért fontos az, hogy ott ugyanolyan fiatalok haltak meg valamiért, miért, mint ők most. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Weiner Senyei Tibor barátunknak, íróköltőnek és Békási Ferenc kutatójának, és meg kell köszönnöm a fegyelmezettségét mindenek előtt, és megdicsérni azért, mert hogy nem kis bravúr a szűkös időkeretben egy ilyen előadást megtartani, ami voltak éppen egy kis magyar kultúrtörténet is volt, egy kis magyar művelődés történet is. Itt ugye Zsenye és Békási Ferenc, Zsenye és a Cambridge-i King's College kapcsolatát megvilágítva, hogy egy élményszerű és tágas horizontban megfogalmazott előadást hallhattunk, amely a már délelőtt során is elhangzott Békási Ferencről alkotott képünket, ugye művészi emberi portréját tovább gazdagította, további élményszerű mozdanatokkal gazdagította. Köszönjük szépen még egyszer az előadást!